Tesó, 3 napról volt szó, hogy jössz dolgozni. Kurva szám. Aló. Beszélgetek. Most mi van már megint? Nem fejezetben? Hát de csak mit beszélgetek a haverokkal. Mit iszol? Mit csinálsz? Hát a haverokkal, hát a haverokkal beszélek, hát ne fecek mindjárt. Reggel munka van 1 óra. Hát jó, tudom, kipihenem magamat. Nyugodjál már le. Most fejezetben. Most van, nyugodjál már le. Mondom. Jó van már, hát most beszélgetek haverokkal, nincs semmi. Krisztián meg akkor jön dolgozni, amikor majd szólok neki és megbeszéljük. Na ezt hallottad. Na most nincs semmi para, nyugodjál már. Mit okoskodsz te? Nem, csak üzé beszélgetünk, na hülyéskedünk. Nem lehet hülyülni se. Csak poénkodok vele, mit tudom én. Fejezd meg, miért is szól? Hát mi csak csinálsz? Csak egy bort ittam, nem basszus, egy felett. Most mit nem bírok magam, nyugodjál már le, basszus. Mit kell mindig belém állni? Csak egy pohár bort ittam. Bazd meg, 1 óra van. Úgy van, hogy elveszíted a munkahelyedet, bazd meg, innen takarod. Csak egy pohár, csak egy bornom, egy pohár bort ittam. Isten, bazd meg. Ez nagyon kész van. Ez bolond, bazd meg. Jó van, gyerekek. Nem, bazd meg, az, hogy fater túlreagálja, tudjátok. A Kádár rendszerben nevelkedett még. Csak nem kell főbaszni, mert tényleg itt szétbasz mindent. Jobb fatert nem fölidegesítem, mert tényleg itt mindent szétkúrál. De ahogy vége, gyerekek, hát bazd meg, csak egy izét ittam meg. Miről beszél ez? Előbb a hangodin. Isten, bazd, lefekszek időbe, azt odaérek, úgyhogy gyógyszertárnál dolgozunk. Hagyjon már engem békén élni. 23 éves fasz van a lábam között, vágjátok, gyerekek. Ez nagyon gáz.